Ez a recept már nem recept, csak felírási igazolás. Annak ellenére ki kell még állítani, hogy december közepétől minden orvosságot föl kell írni elektronikusan is. A medicina bekerül egy úgynevezett felhőbe, ahonnan az ország összes gyógyszertárában leívható. Markovics Kálmánné szerint gyorsabb lesz ez a rendszer. Én rendszeresen és többféle problémám is van. Minden orvoshoz külön el kell menni és receptet feliratni, vagy a körzetorvoshoz. Egyszerűbb lesz. Föl fogják írni, csak ha telefonálok, és úgy tudom. Valójában az lenne a legnagyobb előnye, hogy egy telefon után csak a patikába kell menni, és nem kell sorban állni a rendelésen. Ez azonban egyelőre nem szabályos, mert egy régi rendelet szerint minden gyógyszerfelírást vizsgálatnak kell megelőznie, akkor is, ha valaki rendszeresen szed valamit. Január 30-án a házi orvosok Csongrád megyei egyesülete tanácskozásra hívta össze a patikusokat és a házi orvosokat, de a gyűlésre több szoftverfejlesztő is eljött. A rendezvény ötletgazdája korábban évekig házi orvosként dolgozott, ma több gyógyszertárat is működtet. Kaiser Zsuzsa elmondta, a hosszúra nyúlt megbeszélés nagyon hasznos volt, sok hibát sikerült kijavítani a rendszerben. Az e-recept előnye, hogy az egyik orvos látja, mit írt fel a páciensnek a másik, sőt azt is megnézheti, milyen medicinát váltott ki a beteg, és melyiket nem. Ha a beteg nem akarja, vagy nem tudja kiváltani az összes fölírt gyógyszert, a választásához a patikustól tanácsot kérhet. Jobban tudnak segítséget nyújtani abban, hogy melyik gyógyszer, amikor ő sokszor a beteg maga szelektál abban, hogy melyiket váltsa ki, esetleg szakmai segítséggel ez a szelektáció jobb irányba megy el, és az egészsége szempontjából nagyobb nyereséggel fog gyógyszert kiváltani, mint ahogy most olykor saját fejből megy ez a válogatás. A rendszer végleges formájában nem igényel majd papírt. Egyelőre azonban párhuzamosan fut a nyomtatott és az elektronikus felhős változat.